kívánok! Ma a munkahelyekről fogunk beszélni, és azok közül is a legvonzóbbakról, mert készült egy ilyen felmérés, az Alan készítette, és vendégem a cég tanácsadója, Sziber Éva. Észre. Nem tudom, hogy önt meglepte -e, hogy a tíz legvonzóbb magyar munkahely közül kilenc multi, és tulajdonképpen a tizedik is az csak az magyar. Uh, igazából 2009-ben kezdtük a kutatást. Tehát megmondom őszintén, a mai év nem lepett meg, a 2014-es legvonzóbbak, ugyanis már ugye ez a, ez a hatodik év, hogy végezzük ezt a, ezt a kutatást. Ugyanakkor valóban elgondolkodtató a, a, a kép. Uh, érdekes az, hogy um, az, hogy milyen egy munkahelynek az arculata, mint munkáltató, hogy mennyire vonzó, mennyire szívesen dolgoznának ott a potenciális munkavállalók. Amikor egy ilyen külső piackutatást csinálunk, az nagyon szoros összefüggésben van azért a fogyasztói branddel is. Tehát azzal, hogy mi az adott cégnek a terméke, mi az, amit termel, az mennyire vonzó, az mennyire van benne a köztudatban. És éppen ezért ez együtt jár. Ezek a vállalatok ismertek. Tehát ismert az Audi, ismert a Mercedes. Érdekes, amikor a Mercedes még nem is volt itt Magyarországon, már akkor bekerült ebben a listában az első tízbe ismert ugye a Coca-Cola, mint munkahely és mint fogyasztói termék egyaránt. De ugyanakkor azért vannak, ugye, ahogy ön is említette, a Molis itt van a listán, aki azért ugyanúgy multi, mert hát ugye több országban vannak leányvállalatai, viszont azért magyar, mint egy, mint egy büszkeség. Jó, ugye, hát, ahogy mondta, ezek népszerű rendek. Igen. De én jól tudom, ugye, hogy a megkérdezettek, akik körülbelül 8000-en voltak, és főleg online-on keresték meg őket, azok munkakeresők. Tehát különösebb tapasztalatuk talán nincs, tehát ez a csillogó, villogó külső lehet, hogy, hogy ez is sokat számít. Nem tudom, mennyi ismeretük van, kiderült ez a felmérésből, hogy mennyi ismeretük van ezekről az autógyárakról, vagy éppen a morról. Igen, általában ezek a vállalatok azért elég sok tehetséget keresnek évente. A hangsúly egyébként a tehetségeken van, tehát nagy a harca tehetségekért őket keresik. És, és valóban ezek a, a munkakeresők, azért nyitott álláskeresők nyitott szemmel járnak, ott találkoznak velük az állásbőrzén, a különböző csoportálokon. Viszont érdekes az, hogy ahonnan az információikat főleg, főleg szerzik ezekről a cégekről, ismerősök, barátok, adott esetben ott dolgozók. Tehát, hogyha felmerül a kérdés, hogy. Hmm. van három-négy munkahely, nagyon jó brendel, legyen szó akár tényleg, ahogy említettük ezeket a legvonzóbbakat, az audi a bosch vagy a mercedes és így tovább, hova menjek el dolgozni. Amellett, hogy látom, hogy vonzó mindegyiknek a brendje, mindegyik multi, valószínűleg jó karrier lehetőségekkel, valószínűleg jó versenyképes javadalmazással, de vajon milyen munkahely, megkérdezek egy ott dolgozót, megkérdezek egy ismerőst, hát ha az egyik ismerősöm mondjuk felmegyek a Facebookra, ezt egyébként ki is derült a kutatásból, hogy ezt a kutatást, ahogy említette, 8000-en töltötték ki egy harmadrészt kezdő, két tapasztalt. És, és, mind a két célcsoport szempontjából, vagy mind a két csoportban az volt a jellemző, hogy, hogy ismerettség útján szerzik be ezeket az információikat. Jó, tehát ez, hogy ismerettség útján, ez azt jelenti, hogy azért vannak információk, és mondjuk egy politikai kampány, ami volt nem is egy az utóbbi időben, ami egy kicsit multiellenes volt, az nem zavarja meg a munkakeresőket. A pillanatnyi kép azt mutatja, hogy nem. Na most mennyit számít ilyenkor a fizetés? Vagy vannak fontosabb szempontok is? Rákérdeztünk egyébként erre is, hogy mi az, ami fontos egy munkahely választáskor. Nagyon fontos a stabilitás, az, hogy lássam azt, hogy annak a vállalatnak van jövőképe, stabilan áll Magyarországon, van karrier lehetőség, van lehetőségem szakmailag fejlődni, akár egy adott pozíción, vagy akár rotációban, vertikális karrier lehetőségek, és így tovább. Mennyire tudok ott tényleg tanulni a szakmámban, mennyire válhatok vezetővé hosszú távon. Nagyon fontos, és egyre fontosabb, ugye mondtam, hogy már ötödik éve végezzük ezt a kutatást, egyre fontosabb a a számukra azt, hogy mennyire rugalmas az adott munkahely. Mennyire van lehetőségem a munka és a magánélet közötti egyensúlynak a megteremtésére. És azok a vállalatok, ahol, ahol ez, ez, jobban megvalósul, azok honzóbbá is válnak. Sok mindent soroltam, ugye a fizetése nem annyira tértem ki. Alapvetően nyilván fontos, benne van egyébként a top 5-ben abszolút a fizetés, tehát ez egy, ez egy, alapvető dolog, hogy, hogy meg tudjak élni a munkából viszont, viszont nem ez lesz a, egyrészt a döntő év, másrészt pedig amikor már bekerülnek ezek a tehetségek a, a munkahelyre, ott például a motivációs szempontjából sem ez a legerősebb motiváló erő. Azt mutatja a tapasztalat, hogy két hónapig lehet motiválni egy kollégát egyébként egy fizetésemeléssel. Utána meg az lesz az alap, és, és várjuk a további motivációt. Jó, egyébként érdekes, ugye itt van két autógyár, amik vezetik ezt a listát, ugyanakkor van másik két Magyarország, az Opel és a Suzuki, ami nincs benne. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak egy ágazat népszerű. Illetve, hogy láttam egy ilyen ágazati népszerűségi sorrendet, ott az IT vezet. Tehát az információtechnológiai iparág vezet, és csak utána jönnek a többiek. Így van. Hogyha az iparágakat tekintjük, akkor abszolút az IT telekommunikáció az, ami, ami, a legvonzóbb ma Magyarországon. Egyébként az államigazgatás továbbra is itt van az élmezőnyben, és ezt követi a, a többi iparág. Érdekes az, hogyha pedig a potenciális munkavállalókat nézzük, azok, akik az IT kommunikációban szeretnének elhelyezkedni, a leg magabiztosabbak abban, hogy ők könnyedén fognak állást találni. És egyébként az ő esetükben is van a legnagyobb veszély arra vonatkozóan, hogy adott esetben külföldön fogják inkább ezt az állást megkeresni első körben, és hogyha az nem jön össze, akkor, akkor jönnek haza ami egyébként ezeknek a cégek, tehát hiába vonzó az IT Telekom Magyarországon, hiába van az, hogy sokan ebben az iparágban szeretnének elhelyezkedni, ezek a cégek is elég komoly kihívással küzdenek, amit egyre jobban a külföld jelent. Hát igen, mert az IT-ről beszélünk, de közben a Magyar Telekom nincs benne a legjobb tízbe, a legvonzóbb tízbe. Hát igen. No, a másik érdekesség, van-e a kezdőknek, munkakeresőknek előítélete? Például azzal, kapcsolatban, hogy ezek honnan jönnek ezek a cégek. Mert azért a tíznek a java az amerikai, van közte német, mint a Bosch, van svéd, mint az IKEA. Számít az? Uh -huh. Erre a kutatásaink konkrétan nem térnek ki. Viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy azoknál a, a cégeknél, ahol tényleg egy ilyen befogadó, támogató kultúrát tudnak kialakítani, függetlenül attól, hogy most az egy amerikai, egy német vagy egy, vagy egy svéd cég, de fontos a kollégáknak a véleménye, építenek az ő elkötelezettségüknek a növelésére, bevonják. A, amennyire lehet a döntéshozatalba kikérik a véleményüket, azok a, a, cégek sikeresebbek lesznek. Ezért a dolgozók ott jobban fogják magukat érezni, és utána ezt elmondják barátaiknak, ismerőseiknek. És akkor itt ugye bezárul a kör, hiszen az imént, említettük, hogy az álláskeresők meg a barátoktól, ismerősöktől érdeklődnek potenciális munkahelyek iránt. Tehát, hogyha én egy, egy motivált, elkötelezett dolgozó vagyok, legyen az egy német cég vagy egy amerikai, mert egy olyan kultúrát teremt, olyan értékeket hoz. Tehát amerikai és amerikai tulajdonú cég között is nagyon nagy különbségek vannak annak tekintetében, hogy milyen értékek alapján szervezik ott a munkát, hogyan születnek a döntések, előreléptetések és így tovább. És hogyha az egyezik az én értékeimmel, akkor, akkor az az én munkahelyem, ott elkötelezett leszek, motivált leszek, és ajánlom is egyébként álláskereső ismerőseimnek, és így egyre vonzóbbá tud válni az az adott cég. Lehet, hogy kérdezek még olyat, ami nincs benne a uh felmérésben, -huh. de legalább legközelebb bővítik a, uh -huh. a kérdések körét. Abszolút. Tehát az például kiderült ebből a felmérésből, hogy, hogy ezek, a, ezek a kül tehát hogy hogy miért választják ezeket, miért pont ezeket a cégeket választják. Azért, azt gondolom, hogy azért ezek a legvonzóbb munkáltatók ma Magyarországnak két síkja van. Az egyik, ugye mi, amit felmértünk ebben a kutatásban, az a munkáltatói brendjük, a munkáltatói márkájuk, hogy mennyire szeretnél annál az adott munkájánél dolgozni. Ez nagyon nehezen elválasztható egyébként a fogyasztói brandtől. tehát minden esetben azért az is előteljesen felhúzza, hogy a fogyasztói brendje ismert annak az adott cégnek. Az Audi-nál elég könnyen ez a Bosnál már egy kicsit távolabbi. Éppen ezért náluk, az ilyen cégeknél, ahol nincs ennyire szoros kapcsolat a fogyasztó és a vevő között, amikor a termékről beszélünk, ami igazán megkülönbözteti őket, az az, hogy nagyon tudatos munkáltatói márkaépítést végeznek. Jó, na most maga ez a vállalati kultúra, amiről beszélünk, tehát a, a multikultúra, az mennyire idegen a, a magyar pályakezdőknél, a magyar munkavállalóknál? Nagyon sok cégnél van már gyakornoki program. Ezek a munkavállalók már harmad, negyed, ötöd évesen bekerülnek ebbe a vállalati kultúrába, a vállalati életbe, és megtapasztalják azt, hogy milyen a projekt alapú munkavégzés, milyen a vezetői beosztotti viszony, hogyan történik az, hogy 8 órában dolgozunk, vagy éppen 10 órában, hogyha úgy alakul. Tehát rá hangolódnak már elég hamar, akár ilyen gyakornoki tréni programokon keresztül, vagy akár egyébként nagyon sokan csatlakoznak diákszervezetekbe, ami azt gondolom, és egyébként ezt a kutatásban is mértük, hogy egy nagyon jó talaja annak, hogy onnan kikerülve már sokkal érettebben gondolkodnak a, a tehetségek, ilyen például az ISEC, aki ugye a közgazdász cég, bocsánat, közgazdászági egyetemeken van, tömöríti ezeket a fiatalokat, hogy jobban rá tudjanak hangolódni. Tehát azért van egy, van egy híd abszolút a cégek, meg a, a friss diplomások között. Jó, tehát ezek szerint a szakmai gyakorlatok, valamint ezek a gyakornoki tréningek Igen. nem veszik el a kedőket a, a multikultúrától? Én azt gondolom, hogy abszolút nem. Viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok céggel dolgozunk együtt, vagy növelésben, vagy brandépítésben, hogy azért a startup vállalatok egyre jobban kihívást jelentenek a, a a tehetségekért folytatott versenyben, mert nagyon sok fiatal YX generációs, bocsánat, YZ generációs gondolkodik már abban, hogy hát lehet, hogy nem a multihoz megyek el, vagy lehet, hogy elmegyek egy 3-5-6 évre, de utána azért megállapítom megalapítom a saját vállalatomat. De hát az nyilván a legkreatívabb pályakezdőkre vonatkozik. Hát. Igen, de érdekes szóval az, lenne. hogy egyre gyakoribb az ő számuk, akik, akik konkrétan abban gondolkodnak, hogy ez egy alternatív út lehet. Tehát már csak, hogyha az én generációmat ö, ö, említem, aki az Y-nak az elején vagyok, ö, bennem nem igazán merült fel az, hogy akkor az egyetem után majd céget alapítok. Most pedig azért elég sok fiatal kerül úgy ki, hogy hárman négyen összeállnak, van egy nagyon jó ötlet, van rá egy, akár egy EU-s támogatást, és alapítsuk meg a vállalatunkat. Jó, hát ez nem minden ágazatban működik. Még az IT-ban nagyon működik, valóban, mert ott elég egy szoftver ötlet, és arra, arra már ki lehet valami találni. Bár az sikeres startup vállalkozás legtöbbére kiderül, hogy abban van külföldi, egy svéd magyar, egy amerikai magyar. Tehát azok már sajára, is Igen, azok uh -huh. egyszerűen indulnak. Igen. No, viszont a felmérésből, hogy ezt jól tudom, hogy megkérdezték a pályakezdőket, hogy akarnak-e külföldre menni dolgozni, és meglepő adatok szóval illetve nem is annyira meglepő, hogy egyre többen. Egyre tehát többé. visszanézve a tavaly, tavaly előtti adatokat, tehát egyre többen akarnak, és hosszú időre, három évnél hosszabb időre. Igen, tehát növekszik, ez egyértelmű. Három évnél hosszabb időre, főleg a 30-35 évesek azok, akik egyértelműen azt nyilatkozzák, hogy ha mennének, akkor három vagy a fölött. Tehát hár, minimum három évre. Korábban mondom ezt mondjuk egy ilyen 5-6 évvel ezelőtti távlatban, kimegyek 3-4 hónapra, szerencsét próbálok, meglátom, mi lesz, lesz egy kis tapasztalatom, aztán hazajövök. Ez most már kevésbé jellemző. de sokkal jobban visszaesett ennek a, ennek a gondolkodásnak az aránya, és megnövekedett a, a hosszú távon gondolkodóké. Tehát akik tényleg menjünk ki három 4 5 évre, szakmai fejlődési lehetőségért menjünk ki, azért menjünk ki, hogy a karrierünk fejlődjön, azért mennek ki, hogy szakmailag fejlődjenek, hogy a karrierjük fejlődjön, illetve sok esetben ugye azt várják tőle, hogy amikor visszajönnek Magyarországra, akkor jobb lehetőségeik lesznek. Tehát abszolút benne van egyébként az is a képben, hogy visszajönni. Főleg ez a 30-35 éves generáció, amikor már a családalapítás, akkor ugye általában Visszatérnek, de az is tény, hogy sokan azért, azért ragadnak. Erre konkrétan nincsen kutatás, hogy hányan nekünk, hogy hányan ragadnak ki, hányan jönnek vissza. Mind a kettő abszolút jellemző. Jó, de hát ahogy láttam, a többség azért diplomás igen. diplomás és fiatal, tehát kimennek ki, ha nem ők. Tehát valószínű, ők, a többségük még nem kényszerből meg ki. Igen, igen. Sok lehetőség van egyébként, és megemlítenék egy, egy érdekes példát, hogy vannak olyan cégek, akik a munkáltatói brendjükbe kifejezetten beleteszik azt az elemet, hogy nálunk dolgozni azért jó, mert megéri itthon maradni miattunk. És ugye ez egy nagyon nagyon erős üzenet, hogy, hogy egyébként ez egy it is cég korábban, ez egy IT-s cég, és, és náluk például ez az üzenet, hogy miattunk megér itt maradni. Tehát ez az, ami nagyon fontos egyébként a cégeknél, és így a legvonzó munkáltatóknál is, hogy abban különböznek egy, egy átlagos vagy kevésbé vonzó munkahelyt, hogy nagyon egyértelműen megfogalmazzák azt, hogy miért jó náluk dolgozni, mi a fő üzenet, miért gyere ide, kinek ajánlják azt az adott munkahelyet. És ugye akkor oda mennek azok a tehetségek, akik tényleg odavalók, ők jól fognak ott teljesíteni, motiváltak lesznek, és jönnek az üzleti eredmények. Tehát a fő cél az gyakorlatilag, valljuk be, a nap végén az az, hogy, hogy egy jó csapattal, jó teljesítmény, sok profit le, legyen a vállalatnak. És azok a cégek, akik ö, sokat áldoznak a tehetségeknek a vonzásába, abba, hogy őket építsék, fejlesszék, Viszonyatos versenyelőnyhöz tudnak jutni a mai világban, mert a, a legnagyobb ereje a cégeknek az tényleg abban van, hogy milyen emberek vannak náluk, ők hogy dolgoznak, milyen ötleteket hoznak, innovációt hoznak-e a válba, energizáltak-e azok a vezetők, akik vezetik az alattuk lévő embereket, vagy csak bejönnek reggel 8 aztán elmennek 5-kor. Ez fog megkülönböztetni egy adott iparágban két céget. Eddig is így volt, de egyre, egyre kiélezettebb ez a verseny. Jó, most a visszafelé kérdezek, de az említett 10 cég, akik bekerültek a top 10-be a legvonzóbbak közé, nekik miért fontos, hogy ők benne legyenek? Tehát ők mennyire tartják ezt számon? Nekik ez nagyon fontos. Ö, olyan szinten, hogy mikor még nem volt ez a kutatás, ugye 2009 óta van a mérés, mikor még ez nem volt, akkor is végeztünk nekik külön kutatást. Hiszen fontos számukra az, hogy lássák, hogy jelenleg mit gondolnak róluk a tehetségek, a számokra fontos célcsoport. Tehát ez mindig arról szól, hogy nem például egy, egy számára nem az fontos, hogy általában Magyarországon mit gondolnak róla, hanem az, hogy a mérnök, aki mondjuk nem tudom, a bm n végzett, vagy a Győri Egyetemen, ő egyébként hova menne el szívesen dolgozni, és miért. Azért fontos ez nekik, mert a tehetségeket, a legjobbakat szeretnék magukhoz vonzani a legjobb mérnököket, a legjobb embereket, akik vezetőket tudnak utána nevelni. És ez ugye azért kell nekik, hogy megint csak, visszaté, megint csak hogy a versenyelőnyük növekedjen az iparágon belül. Ha az adott vállalatnál vannak a legjobb IT szakemberek, a legjobb mérnökök, a legjobb orvos látogatók, hogy egy másik iparágat is említsek, akkor, akkor ez tényleg megkülönböztető lesz az a vállalat. Jó, mondjuk egy képcsét, telen, hogy egy ilyen az a jó hírüket viszi, de hol látható, tehát ez, ez mennyire megy át a köztudatba? Nagyon sok helyen használják egyébként ezt a díjat, ezt a logót Álláshirdetéseken, amikor kimennek az állásbőrzére, különböző piár kommunikációban. Ezek a vállalatok összekapcsolják egyébként a munkáltatói kommunikációkat az egyéb marketing kommunikációval is sokszor amiatt, hogy látják róluk, hogy ők egy legvonzóbb munkáltató egy adott országban. Ez egyébként az, az egyéb stakeholdereknek vagy különböző érintetteknek, legyen szó részvényesekről, más cégekről is fontos lehet. Ez egy nagyon jó hírnevet visz nekik, mondom, ide jönnek a legjobb emberek, illetve akár a fogyasztói oldal szempontjából is egyébként ez kimagasó lehet. Na most nyilván ugye ez a felmérés ennek a ennek a pandantja megvan más országban, tehát nyilván ezek máshol is készülnek, és gondolom nyugat európában vagy Amerikában nagyon régóta. Hasonló eredménnyel végeznek ezek a cégek más országokban is, vagy, vagy egész más toplisták születnek? Vannak egyébként komoly eltérések, nehéz erre egyértelmű választani. Vannak cégek, akik azért mindig ott vannak az élmezőnyben, de vannak cégek, akiknek teljesen más a megítélése országról országra. Itt talán most nem mondanék konkrét cégneveket, de egy érdekességet azért említenék, hogy ezek a kutatások ugye például Amerikában is vannak. És az első kérdések között tesszük azt fel, hogy mindenféle lista nélkül melyik az az öt munkahely, ahol el szeretnél helyezkedni. És például Amerikában sokkal vadabb dolgok jönnek ki ebben a kérdésben, NÁZA. Google és hasonlók. Magyarországon azért eléggé, hogy mondjam, konzervatíva, kicsit földhöz ragadtabbak vagyunk ebből a szempontból. Hasonlóan a top 10 vállalatot írjuk be. Tehát kijön itt az Audi, a MOL, és itt tovább ezeken a helyeken, de egyébként már a Google is az idei évben bekerült a, ebbe a kategóriába, tehát hogy úgy mi jut eszed be elsőre. Itt már a Google is szerepel. Jó egyébként ez épp onnan jutott eszembe, hogy láttam itt a magyar top 10-be az ibm tehát nem hiszem, hogy Amerikába bekerülne az első 20-ba, 30-ba, 50-be, hiszen ott sokkal népszerűbbek az újak, akik éppen az ibm en kapaszkodtak föl, tehát a Microsoft vagy az Apple. Igen, igen, és pontosan ez az a veszély, ami egyébként egyre jobban gyűrizzik be akár már Európa, talán talánosan Magyarországra is. Jó, na most az előbb egy kicsit gyorsan át, átugrottunk a fizetéseken pedig. Uh -huh. Hát ugye azért az, az Magyarországon egy fontos szempont, bár kétségtelen most az a legfontosabb szempont, hogy valakinek munkája legyen, és ne is és ne, ne rossz munkája legyen a jól fizető, de azért az nem mindegy, hogy ki mennyit keres, és gondolom ez a, ezek a cégek, ezek a multik jobban fizetnek, mint az átlag magyar munkáltató. Fizetési felmérést idén nem készítettünk az Alonhuit-ban, tehát konkrét számokat erre nem tudok mondani. Az tény, hogy ahhoz, hogy ezeket a tehetségeket meg tudják szerezni, nagyon fontos a versenyképen javadalmazás. Méghozzá úgy mondanám, hogy a csomag. Tehát nem csak az alapfizetés, hanem az, hogy milyen juttatások járnak hozzá. És itt jön be például ez a rugalmasság, amit mondtam, hogy, hogy nagyon fontos, hogy meg tudjuk teremteni a munka magánélet egyensúlyát. Mi van a kafettériában? Az mennyire testre szabott az adott célcsoportra. Legyen szó arról, hogy a fizikaiak és ugye a szellemi állományra mennyire célcsoport, mennyire van, van fizikaiakra és a szellemiekre mennyire van rászabva. A fizetéseknél egyébként ami érdekes, hogyha a másik oldalról nézzük, a munkavállalók szempontjából, hogy egészen reálisan látják a képet. Tehát nincsenek annyira direkt használom ezt a szót, mert tényleg ez a legjobbra elszállva, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt, amikor a pályakezdők azt mondták, hogy nettó 300 ezret ide nekem. Két év múlva vezető szeretnék lenni, talán 5 év múlva lehet, hogy én leszek az ügyvezető. Most már sokkal reálisabbak, sokkal tisztában látják a saját értékeiket, a saját helyüket, úgymond a pályakezdők. Látják azt, hogy egy ilyen egyébként hogy számokat is mondjak azért, ilyen 170-180-200 ezer forintos átlag nettó keresetre számítanak a pályakezdők, a tapasztaltak meg 306 ezer forintban gondolkodnak, mint átlagos nettó fizetés ami nyilván szektoronként más és más, de azért nem annyira elrugaszkodott, mint a mint 5 6 évvel ezelőtt. Nyilván, hogy a válság azért kihozanítólag hatott a Abszolút. munkakeresőkre is. Jó, megelőzött, én akartam kérdezni a juttatásokat, mert ugye azt tudjuk, azt mindenki tudja, hogy a, hogy a multiknál vannak juttatások, más cégeknél nem biztos, nem sok, pedig hát ugye pontosan adózási okokból Magyarországon is sok juttatásra van lehetőség. Csak kérdés, hogy mennyit áldoz erre a munkáltató. A multiknál tudjuk, hogy sokat. Többet, mint más cégek. Igen, igen. És, és itt is a, a juttatásoknál ugye az a fontos, hogy, hogy egyértelműen rá legyen szabva azokra az emberekre, akik ott dolgoznak. És hogy a juttatásokat tekintünk, akkor például a fiatalok, mondjuk azt ez a 26-36 éves korosztály, inkább 40-ig főleg. Nem haszhatjuk. Na, ha a juttatásokat tekintjük, akkor én azt gondolom, hogy minden korosztály számára kiemelten fontos az egészség megőrzéshez kapcsolódó juttatások manapság. Ezt egyébként a kutatásaink is bizonyítják, ezzel a témával is foglalkozunk. Tehát ezek felértékelődött? Felértékelődött az, hogy sporttámogatás, az, hogy szűrések. Az, hogy legyen egy, egy olyan szolgáltatás, hogy magánúton el tudok menni orvoshoz. És hogy ezt a, ezt a munkáltató biztosítsa. És ugye ez megint az, hogy most ez kékgaléros vagy fehérgaléros munkavállalók, testre kell szabni, de, de nagyon fontos. Fontosak a hosszú távú ösztönzők, menedzserek tekintetében, akik már ugye évek óta dolgoznak a vállalatnál, több 10-20-30 éve, hogy őket mennyire tudjuk megtartani akár ilyen hosszú távú ösztönzőzési programokkal. Tehát igen, ezek nagyon fontosak. köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Viszontlátás!